Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itthonról. Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el, mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte, a fiatalabb korosztályról átterjedt a járvány a középkorúakra és az idősebbekre. A fertőzöttek ötöde 40 és 49 év közötti, 15%-uk pedig 65 évnél idősebb. Vigyázzunk az idősekre és a krónikus betegekre, kérte a tiszti főorvos hozzátéve, hogy a kontaktusok számát csökkenteni kell, akinek pedig tünetei vannak, az egyáltalán ne menjen közösségbe. Megjegyezte, aki mégis részt akar venni valamilyen közösségi rendezvényen, az tartsa be az újonnan életbe lépett szabályokat is. Hétfőn 63 elhunytat és 2079 új fertőzöttet regisztráltak, mondta a tiszti főorvos. A kisebbségi ügyek nem tekinthetők belügynek, egyetlen létező európai és nemzetközi jogszabály szerint sem, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közzétett videóban azt mondta, hogy az ukrán külügyminisztérium bekérette a kijevi magyar nagykövetet, és azt a döntést hozta nyilvánosságra, hogy két magyar valószínűleg kormányzati tisztségviselőt ki akar tiltani Ukrajnából, arra hivatkozva, hogy beleavatkoztak az ukrán belpolitikai folyamatokba. A miniszter azt mondta, nem tudja, mire gondoltak beleavatkozás alatt. Arra, hogy a magyar kormány 50 lélegeztetőgépet adományozott Ukrajnának a kárpátaljai kórházak fenntartásáért és a koronavírusos betegek ellátásáért, arra, hogy Magyarország az egyetlen, amely megengedi az ukrán állampolgároknak a tranzitállást Nyugat-Európa felé, vagy arra, hogy magyar költségvetési forrásból finanszírozzák az egyik legszennyezettebb kárpátaljai folyó vizének tisztítását, sorolta Szijjártó Péter. Szorítunk Donald Trump amerikai elnök újabb győzelméért, és gratulálunk az új amerikai alkotmánybíró megválasztásához, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor kitüntette David B. Kornsteint, az Egyesült Államok távozó budapesti nagykövetét. A Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal kitüntetést Áder János államfő adományozta, és a kormányfő adta át a diplomatának a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Donald Trump megválasztásával és David B. Kornstein érkezésével minden megváltozott. Magyarország nyitottságot, őszinteséget és baráti közeledést érzett az Egyesült Államok részéről. A nagykövet munkájának köszönhetően a magyar-amerikai kapcsolatok ismét régi fényüket idézik. Kifejtette, ritka, amikor egy ország barátra lel valakiben, és mi ezt a ritka ajándékot kaptuk a gondviseléstől és Donald Trump elnök úrtól. A nagykövetnek sikerült ismét a fejéről a talpára állítani a kétoldalú kapcsolatokat. Közölte, korábban alig gondolták volna, hogy ilyen széleskörű együttműködés lesz diplomáciai és külpolitikai ügyekben a két ország között. Az Egyesült Államok barátként segíti Magyarországot, és Magyarország is az Egyesült Államok barátjaként cselekszik a nemzetközi politikában. Elhagyhatta a kórházat az első beteg, akit remdesivirrel kezeltek, nyilatkozta az egyetem rektora. Merkeli Béla elmondta, eddig nem tapasztaltak súlyos szövődményt azoknál a Semmelweis Egyetemen kezelt betegeknél, akiket a magyar gyártású remdesivir hatóanyagú készítménnyel kezelnek. A beteg, aki elsőként részesült ebben a terápiában, már otthonában lábadozik. Kitért arra, hogy az egyetemen 26 beteg kapta meg a gyógyszert, az intravénáson adott készítmény a vírus szaporodását akadályozza meg, így a szervezet le tudja győzni a fertőzést. A rektor úgy fogalmazott, a remdesivirrel kezelt betegeknél nagyon optimisták vagyunk. A kormány felelős azért, hogy Magyarországon ma válság van, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának DK-s elnöke. Varjú László erről azt követően beszélt, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a testület előtt megtartotta éves beszámolóját. A DK alelnöke úgy fogalmazott, a bizottsági ülésen azzal szembesült, hogy a kormány lényegében egy másik dimenzióban él ahhoz képest, ami a valóságban történik. A politikus Magyarország elvesztegetett éveinek nevezte 2019-et és az azt megelőző időszakot, mondván az állam elvesztegette annak lehetőségét, hogy felkészüljön egy válságra, éppen ezért most sem a családoknak, sem a vállalkozásoknak nem képes érdemi segítséget nyújtani. A Magyar Alvás Szövetség szerint a téli időszámítást kell megtartani, mert az határozza meg évmilliók óta az élővilág működését. Génimed György, a szövetség elnöke azt mondta, hogy a téli az eredeti időszámítás, ezért nem lenne jó megzavarni a nyárival.
Télen a nyári időszámítással ráadásul még sötétben kezdődne a tanítás, ami szintén nem lenne szerencsés. Az elnök szerint az óraátállítás megzavarja a nappalok és éjszakák váltakozásához alkalmazkodást, ami hozzájárul ahhoz, hogy az egyébként is rosszul alvó emberiség még rosszabbul aludjon. Külföld. Történelmi győzelemként értékelte Potápi Árpád János a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a hétvégi ukrajnai önkormányzati választáson elért magyar eredményeket. Potápi Árpád János a nemzetpolitikai államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy fogalmazott, a legjobb kampány maga a munka. Ez így volt Kárpátalján, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség esetében is. Kiemelte, több Kárpát-medencei területet érintettek idén a választások, és ahol a magyarság összefogott, ott nem maradt el a siker. Rámutatott, hogy Ukrajnában az országos részvételi arány elég alacsony volt, valamivel több mint 37%. Ezt meghaladta a kárpátaljai részvétel, ami 41,25%-os volt. Ennek oka, hogy Kárpátalja alapvetően nemzetiségi terület, és a KMKS jó mozgósítási munkát végzett. Több lengyel városban, például Varsóban is közlekedési csomópontokat torlaszoltak el, és megbénították a forgalmat az abortuszpárti tüntetők, adta hírul az MTI. Rongálásokról és sérültekről is érkezett híradás. A tiltakozó tömegek a Lengyel Alkotmánybíróság beteg magzatok művi vetélését tiltó döntése miatt vonultak az utcákra. A gyalogosan demonstrálók mellett az abortuszpárti mozgalom jelképeivel ellátott autókkal is segítettek a forgalom megbénításában, illetve számos helyen vörös festékkel öntötték le az úttestet. A tömeget főleg fiatalok alkották, akik a nők háborúja, nők forradalma, a kormány nem magzat, eltávolítható, az én testem az én döntésem feliratú transzparenseket tartottak, emellett feltűntek a melegjogi és az anarchista mozgalom jelképei is. Az esti órákban már zavargások is kialakultak az egyik belvárosi templomnál. Itt a bejáratnál imádkozó, a radikális nemzeti körök híveiből álló csoportot több forrás szerint a rendőrségi kordon másik oldaláról a baloldali tüntetők üvegekkel, petárdákkal dobálták meg, többen megsérültek. A rendőrség könnygázt vetett be. Varsó más részein a demonstrálók rendőrautóknak állták útját, és lefújták azokat festékkel. Felborult egy migránsokat szállító csónak a La Manche csatornában, mintegy 20 utasa közül többen eltűntek, közölték a francia hatóságok. A szerencsétlenség a francia Dunkerque kikötőváros partjai előtt történt. A csónakban utazó illegális bevándorlók közül 15-öt sikerült kimenteni a tengerből. Idén már több ezer menedékkérő próbálkozott átkelni gumicsónakkal a francia partokról Nagy-Britanniába a forgalmas és ezért felettébb veszélyes tengeri útvonalon. A brit hatóságok ismételten sürgették Emmanuel Macron francia elnököt, hogy hathatósabban akadályozza a migránsok átkelését. Szorosabb együttműködés mellett foglalt állást Görögország, Izrael és Ciprus külügyminisztere Athénban a földközi tenger keleti medencéjében, a térség stabilitásának fenntartása érdekében. A görög fővárosban tartott megbeszéléseken a görög, az izraeli, illetve a ciprusi külügyminiszter vett részt. Ki akarjuk építeni együttműködésünket a térség stabilitásának és biztonságának erősítése érdekében, jelentette ki az izraeli miniszter, akit az ERT görög közszolgálati televízió idézett. Törökország térségben játszott szerepére tekintettel görög hivatali partnere hangsúlyozta, hogy ez az együttműködés nem irányul más a régió más államaival szemben. Október 21-én Ciprus, Görögország és Egyiptom vezetői nikoszíai találkozójukon jelentették be, hogy kiszélesítik együttműködésüket a földközi tenger keleti medencéjében. Benny Gantz védelmi miniszter látogatást tett az izraeli hadsereg egyik gyakorlatán az északi határnál, és ejtett néhány szót Libanon kapcsán. A védelmi miniszter optimista hangnemet ütött meg a béke lehetőségéről Libanonnal, miközben a két ország között jelenleg tárgyalások zajlanak a tengeri határok ügyében. Pozitív hangokat is hallok Libanonban, amelyek talán a békéről és az Izraellel fenntartott kapcsolatokról szólnak, mondta Gantz. Vannak örvendetes szavak. Libanon polgárainak tudniuk kell, hogy nem Izrael, hanem a Hezbollah a problémájuk, mert ha a Hezbollah megtámadja Izrael államot, annak Libanon fizeti meg az árát. Libanon azonban hangsúlyozta, hogy az Izraellel folytatott határtárgyalások pusztán technikai kérdést jelentenek, és nem vonatkoznak semmiféle normalizálásra.
Gazdasággal folytatjuk. A magyar gazdák a rendkívüli természeti és környezeti viszonyok között is eredményesen helytáltak, jelentette ki az agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága előtti éves meghallgatásán. Nagy István hangsúlyozta, tavasszal az aszály és a koratavaszi fagyok, majd az intenzív csapadék mellett az afrikai sertéspest is, a madárinfluenza és a gazdatársadalmat is érintő koronavírus járvány is nehezítette az agrárium helyzetét. A vírus miatti pánik pedig a fogyasztói vásárlási szokásokat is átalakította. A gazdák helytállása az agráriumot stratégiai ágazattá emelte. Megjegyezte, míg különböző szolgáltató vagy ipari szektorok megállhattak a járvány idején, a mezőgazdaságnak működnie kellett. És most a várható időjárásról. Ma a reggeli párásság, ködfoltok várhatóan ismét fokozatosan ritkulnak, változó, zömmel összefüggő, de vékonyodó, helyenként szakadozó réteg felhőzetté alakulnak. Főként északkeleten, északon, de foltokban máshol is megmaradhat tartósan a szürkeség. Az elmúlt napokhoz képest kevesebb, szűrtebb napsütés várható. Jelentős eső sehol sem valószínű, de a vastagabb réteg felhőzetből átmeneti szemerkélés, szitálás itt-ott kialakulhat. A hőmérséklet jellemző átlaga a reggel 6-11, délután pedig 13-19 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a braerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!